Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a 4. Nemzetközi Hegedű Fesztiválon. Nagy öröm számunkra, hogy ismét megrendezhettünk egy ilyen nagy nemzetközi versenyt, ahol elmondhatjuk, hogy Pekingtől Svájcig jelen vannak a növendékek és a tanárok. Miért is csináljuk mi ezt? Több oka van. Az egyik az, hogy a munkásságunk alapvető lényege a létrehozott értékek bemutatása. A következő, a gyerekek és a tanárok szeretnek bemutatkozni, szeretik bemutatni azt, amit létrehoztak. És van ennél profánabb része is, mert bárhogyan kerülgetjük, az itt fellépő és szereplő növendékek közül sokan lesznek azok, akik zenei pályára mennek. Márpedig azok, akik zenei pályára mennek, azoknak óhatatlanul szükséges a színpad, a megmérettetés és a versenyzés. Ez az életük része. Nagyon tanulságosak ezek a versenyek, fesztiválok, hiszen ezek a létrehozott értékek egymástól is át tudnak, tehát egymástól is át tudunk venni dolgokat, ezek egymást építik és erősítik. Remélem, hogy a következő évben, időszakban is ezt létre tudjuk hozni. Köszönöm minden támogatónak, aki ezt a versenyt lehetővé tette számunkra. Most pedig felkérem Boldog István képviselő urat, mondja el köszöntőjét. Tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Ugye már 8-szor van itt hasonló verseny, csak minden évben vagy zongora van, vagy hegedű, ha jól tudom, igazgató úr. Én magam 3-szor lehetek itt. Fantasztikus érzés eljönni és látni azokat a fiatal gyermekeket, akik eljöttek, ahogy igazgató úr mondta, Svájctól, Japánig, Erdélyből, és itt a törökszentmiklósiak természetesen, hogy megmérettessék magukat. Amikor elkezdenek egymással beszélgetni, akkor kiderül, hogy nem biztos, hogy értik egymás nyelvét. De amikor leülnek majd a hegedű mellé, vagy megfogják a hegedűt, és elkezdenek játszani, akkor kiderül, hogy mindenki érti a másik nyelvét. Mert a zene az a nyelv, amit teljesen mindegy, hogy ki hol született a világon, de ha ismerik azt a zeneszámot, akkor megértik egymás nyelvét. És én azt gondolom, hogy mindaz mellett, amit igazgató úr elmondott, hogy kell ez a kis megmérettetés azoknak a gyermekeknek, akik majd valamikor nagy művészek lesznek, és büszkén nézünk rájuk a nagy koncerttermekben, hogy ők játszanak, de az mellett kell az is, hogy megértsék egymást a világon bárhol élő nációk, nemzetek tagjai. És azt gondolom, hogy ennél szebb dolgot, mint hogy ezt a gyermekeknél kezdik, ennél szebbet nem lehet létrehozni. Én nagyon hálás vagyok igazgató úrnak azért, és az iskolának azért, hogy mindezt lehetővé teszi Törökszentmiklóson, és felvállal ezzel talán egy olyan missziót, amit Magyarországon sem nagyon vállalnak fel máshol. Hatalmas dolog ez. Én arra kérem őt és a munkatársait, hogy tartsák meg ezt a szokást. Én magam részéről minden erőmmel azon leszek, hogy ez a rendezvénysorozat, ez mindig, minden évben megrendezésre kerülhessen, és minden évben több-több és több gyermek jöhessen el, és minden évben ez a barátság, ez a népek közötti barátság egyre nagyobb és nagyobb lehessen. Én magam is szeretnék hozzájárulni a versenyhez. Úgy gondoltam, hogy egy Szolnok megyei Fafaragó művész, aki a Kétpói Emlékparkba a 7 vezér szobrát készítette, készítettem vele egy szép tálat. Azt gondoltam, hogy ezt az egyik legeredményesebb nem magyar anyanyelvű gyermeknek kéne adni, aki úgy gondolom, hogy ebből a fafaragó kultúrából hagy vigyen haza akár Japánba, Svájcba, ahova a zsűri majd gondolja. Aztán hoztam egy szép törökszentmiklósi könyvet, amit arra gondoltam, hogy törökszentmiklósi gyermek kapjon meg, hogy megismerkedjen a városa múltjával. És végül hoztam Magyarország történelméből egy könyvet, ami a 64 vármegyéről szól, és ezt meg azt gondoltam, hogy az egyik határon túli magyar gyermek kapja meg, ha lehet igazgató úr. Szeretném ezt átadni, nagyon sok sikert kívánok a gyerekeknek, a szülőknek, hiszen a szülők nélkül ez nem mehet, kitartást, és azt, hogy amikor ezek a gyermekek felnőnek, akkor majd sok-sok koncertterembe kísérhessék el a gyermekeiket, mi pedig élvezettel hallgathassuk az ő játékukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Igazgató úr, köszönöm. Thank you.
A nemzetközi hegedű verseny azt gondolom, hogy nagyon fontos rendezvény, egy hagyomány, ezt a hagyományt folytatni kell. A zene hangjain keresztül azok a gyerekek, akik egyébként más népekből, más nemzetekből érkeztek, azok is megértik egymást. Mert ugyan nem biztos, hogy mindnyájan értenek az adott nyelven, amit beszélnek, lehet, hogy angolul nem tudnak a gyerekek, a kínaiak nem értik a magyar nyelvet, de amikor a hegedűt a kezükbe fogják, és elkezdenek játszani egy-egy adott darabot, akkor ezt megértik. Én nagyon szépen köszönöm Balázs Zsolt igazgatónak és a pedagógus kollégáinak, hogy mindent megtett azért, hogy ez a verseny megrendezése kerülhessen, és arra biztatom, hogy ezután is rendezzék meg ezt a versenyt. Én mindig azon leszek, hogy meglegyen a megfelelő támogatás ahhoz, hogy ez a fantasztikus nemzetközi verseny itt lehessen Törökszent Miklóson. Tisztelettel köszöntöm a kedves kollégákat a miniszterelnökség mai sajtótájékoztatóján. Köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan el tudták fogadni a meghívást. Ígérem, hogy én is gyors leszek, mert bár fontos ügyekről szeretném önöket tájékoztatni, azt gondolom, hogy az üzeneteim elég egyértelműek. Azzal kezdeném, hogy a mai napon Lázár János, mint az Európai Uniós források felhasználásáért felelős miniszter, és Sesztát Miklós, mint a közlekedési területért felelős miniszter, arra utasították a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgatóját, hogy azonnali hatállyal állítsa le az M4 autópálya Abony és Fegyvernek közötti szakaszának építési munkálatait, valamint erről azonnali hatállyal tájékoztassa a kivitelezésben résztvevő cégeket, konzorciumokat. Mint az a múlt heti híradásokban is megjelent, az Európai Bizottság bejelentette, hogy nem kívánja finanszírozni ezt a beruházást. A bizottság egyrészt nincs meggyőződve a projekt indokoltságáról, másrészt pedig az M4-es építési költségei kapcsán is felvetette a kartelezés gyanúját. A projekt indokoltságát megkérdőjelező döntésével az Európai Bizottságnak nem értünk egyet, azonban a kartelezés gyanúja egy olyan gyanú, amit a kormány teljes körűen ki akar vizsgálni, és elfogadhatatlannak tart bármilyen projekttel kapcsolatban, amely közpénzből valósul meg. A kormány ezért megkezdte a kartelgyanú kivizsgálását. Első körben Lázár János miniszter úr múlt hét csütörtökön arra utasította a miniszterelnökség belső ellenőrzési főosztályát, hogy egy hónap alatt vizsgálja ki ebben az ügyben a NIF ZRT közbeszerzési gyakorlatát, a pályáztatás teljes körű folyamatát, a pályázat előtti feltételeket, a pályáztatási folyamatot és annak teljes körű lebonyolítását. Egyértelműen szeretnénk látni, hogy történt-e visszaélés, az Európai Bizottság kartelgyanúja megáll-e ebben a kérdésben. A miniszterelnökség nevében hangsúlyozni szeretném, hogy nincsenek kivételezettek és nincsenek törvényen felülállók, felettállók. Minden ilyen és hasonló esetben egyformán jár el a kormányzat. Kivizsgálunk minden csalásra utaló ügyet, pályázatot, hiszen a lehető legkörültekintőbben kell gazdálkodnia minden minisztériumnak és állami szervezetnek, amely közpénzeket kezel. Fontos azonban leszögezni, hogy egészen addig, ameddig a vizsgálat nem igazolja az Európai Bizottság felvetését, addig a kormányzat nem tör pálcát senki felett. Abban az esetben azonban, ha a gyanú igaznak minősül, a kormány nem ismer pardont, megtesszük a szükséges további jogi lépéseket, ami azt jelenti, hogy ha a pénzügyi szankció éri Magyarországot abból fakadóan, hogy beigazolódik az Európai Bizottságnak a gyanúja, azt azoknak a vállalkozásoknak kell viselniük, akik ebben részt vettek. Ezzel kapcsolatban ki szeretnék térni még egy mai sajtóhírre, ami a Népszabadság online-on jelent meg. Egy értesülés arról, hogy az OLAF, az Európai Bizottság csalás elleni hivatala, mintegy 150 milliárd forint összértékben vizsgál magyarországi építőipari ügyeket. A hír egyrészt megfelel a tényeknek, ahogy azonban ez a kétes információból származó hírekkel lenni szokott, nem bontja ki az igazságot teljes egészében. Azért, hogy első kézben értesüljenek ezekről is, beszeretnék számolni önöknek, hogy az OLAF jelen pillanatban mintegy 50 beruházást vizsgál Magyarországon. Ezek mind olyan fejlesztések, amelyek 2007 és 2013 közötti fejlesztési ciklusban kaptak támogatást, és a 50 vizsgált projekt esetében a projekttel lefedett értékkör közel 500 milliárd forintot jelent. Ezekről a vizsgálatokról a kormánynak teljes körű tudomása van, és ezeket a vizsgálatokat az Európai Bizottság csalás elleni főigazgatósága, illetve hivatala a kormánnyal együttműködve
végzi. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérdéseikre természetesen válaszolok. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó résztvevőit a mai sajtótájékoztatón. Szeretném megköszönni, hogy kifáradtak ide a 46-os út mezőtúri végéhez, ahonnan elkezdődik majd egy felújítás. A mai sajtótájékoztatónkon köszöntöm Váncsa Zoltánt, a Magyar Közútkezelő KHT-nak a megyei igazgatóját, akit arra kértem, hogy mielőtt ismertetnénk az idei útfelújítási, útjavítási programot, előtte szóljon néhány szót arról a sajtó képviselőnek, hogy hol tartanak az útfelújítások jelenleg. Tisztelettel köszöntöm én is a rádió és a rádióhallgatókat, tévénézőket. Hát a megyei útfelújítások ebben a pillanatban ott állnak, hogy a 31-es út teljes megyei szakaszát készre jelentette a kivitelező, ami azt jelenti, hogy 11,5 tonnás tengelyterhelésre alkalmas ez az út Nagykátá környékétől egészen a Heves-megyei megye határig. Azon kívül folyik még a 32-es úton egy felújítás, ami az M3-as autópályától egészen Jászfényszaruig tart. Ez a megyénket kb. 3 km hosszan érinti, ez is 11,5 tonnás tengelyterhelésre lesz majd alkalmas. A harmadik ilyen jelentősebb útfelújítás pedig a 33-as út Tiszafüred környéki szakaszáról szól. Ez a Heves megye határától egészen a tiszafüredi Tisza-Igari letérőig a 34-es út kereszteződéséig tart. Ez körülbelül 4 km, és ez is alkalmas lesz a 11,5 tonnás tengelyterhelésre. Pillanatnyilag itt állunk, és örömmel mondhatom, hogy a tavaly ugyanerről a helyről jelentettük be azt, hogy a 46-os út valamikor a nyár folyamán egy olyan javítást fog kapni, ami a tüneti kezelés biztosítja, és a balesetmentes forgalom lebonyolításához hozzájárul. Ez, hál' Istennek, meg is valósult, de ez további fejlesztést fog az idén még elszenvedni, ez az útszakasz, amiről majd az országgyűlési képviselő úr fog tájékoztatót tartani a kedves hallgatóknak és tévénézőknek. Köszönöm szépen! Tasó László államtitkár úr megbízásából, mint Jász-Nagykun-Szolnok megyei útügyi biztos, tisztelettel szeretném tájékoztatni a rádióhallgatókat és a televízió nézőket arról, hogy az igazgató úr által elmondott útjavítások mellett milyen útjavítások következnek ezután ebben az esztendőben. Jól látni, hogy 2002 és 2010 között csak az autópályákra koncentrált az akkori kormány, az alsóbrendű úthálózat, illetve az egy- és kétszámjegyű úthálózat sajnos nagyon rossz állapotba került. Ráadásul az autópályákat PP konstrukcióba építették, amely sajnos még hosszú évekig leköti a magyar költségvetésnek évente több mint 100 milliárd forintját. Gondoljunk bele, hogy a most általam majd bejelentett felújítási programban az egész országra 68 milliárd forintot fogunk elkölteni, ha még ehhez hozzátehetnénk 100 milliárd forintot, akkor mennyi utat tudnánk megjavítani, hiszen a most általam bejelentett beruházások összességében majd 580 kilométernyi beruházást jelentenek. Bele lehet gondolni, hogyha még 100 milliárd forintot rá lehetne költeni, akkor ennek a sokszorosát lehetne felújítani egy esztendőben. Nagyon fontos, hogy az útfelújításokat a mi kormányunk 2010 után jelentős összegekkel kezdte el elvégezni, hiszen láttuk azt, hogy a települések megközelíthetetlenek, hiába vannak Magyarországon nagyon jó autópályák, hogyha egyszerűen az autópályák elérhetetlenek a településekről. Aki 2013-ban figyelte, akkor is komoly bejelentéseket tettünk, hogy milyen utakat újítunk föl, hogy csak néhányat említsek. 2013-ban elkezdtük felújítani például ebben a körzetben a Mezőtúr Tiszaföldvár utat, és Mezőhékig, Tiszaföldvártól Mezőhékig el is végeztük. De ugyanilyen felújítás történt például Jász-Dózsánál, ahol Jász-Dózsa és a 31-es út közti szakaszt újították fel, vagy ilyen felújítás történt Tiszagyendánál. Ezt a felújítást folytattuk aztán 2014-ben, gyakorlatilag egy 30 milliárdos program 2014-ben zárult le,
és most ezt a programot szeretnénk folytatni. A program két részből áll. Az első része mintegy 50 milliárd forint értékű felújítás, amely az 1, 2 és 3 számjegyű utaknak a felújítását jelenti. Ebbe tartozik majd bele a mögöttünk látható 46-os útnak is több mint 11 kilométeres szakasza, amely szintén 11,5 tonnás terhelésre lesz átépítve. És egy másik szakasz, amely kifejezetten az alsóbbrendű, a 4 és 5 számjegyű utakról szól, erre 18 milliárd forintot fognak költeni ebben az esztendőben a kormány országosan, és hát most arról szeretném tájékoztatni a megye lakosságát, illetve a televízió és rádióhallgatókon keresztül lakosokat, hogy mely útszakaszok érintik a megyénket, és mely útszakaszok azok, amelyek ebből a felújításból meg fognak valósulni. A felújításra a pénz rendelkezésre áll, jelenleg a közbeszerzés van folyamatban, és 2015. december 31-ig az általam most felsorolt felújítások mindegyike el fog készülni. Kivétel az az egy, amit majd most az 1, 2 és 3 számjegyüknél mondok, amely jelenleg tárgyalás alatt van, és bizakodó vagyok, hogy azt is még meg tudjuk nyerni ennek a megyének a számára. Először is az 1 és 2 számjegyű utak felújításáról beszélnék. Egy nagyon régi gondot fogunk megoldani, amely a Fegyverneki lakosságnak fontos, ez pedig a Fegyvernek belterületének a felújítása. Itt egy 2,1 kilométernyi útszakaszról van szó, amelynek a felújítása most meg fog történni, és meg lesz az a technológia, amellyel a zaj csökkentésre kerül, hiszen ez a lakosság régi vágya. Ugyanilyen nagyon fontos felújítás közel 2,5 kilométeren keresztül a Fegyverneknek, illetve Kenderesnek a belterülete. Itt is az útminősége is rossz, a zajterhelés is nagyon nagy, itt is meg fog történni a beruházás, mondom, egy 2,5 kilométeres szakaszon, és már említettem a 46-os főutat, amelyet mögöttünk látható, ennek a felújítása 11,2 kilométeren keresztül fog megvalósulni, ez azt jelenti, hogy a Túrkevei leágazásig gyakorlatilag ez a út teljes mértékig meg fog újulni, 11,5 tonnás teherforgalomra lesz alkalmas. Azon kívül a 60 Szolnok összekötő útból, ugye igazgató úr már említette, hogy jelenleg folyik Jászfény, Szaru és 60 között az útfelújítás. Lesz egy ugyanilyen útfelújítás, kérem szépen Zagyvarékason a körforgalom és az Újszászi híd között, hiszen ez a legrosszabb szakasza talán ennek az útnak jelenleg. Ennek is lesz egy 5 kilométeres szakasza, ami most felújításra kerül. Bízom benne, hogy ezzel is javítani tudjuk az ötközlekedőket. A megyére összességében több mint 2,3 milliárd forint jut 1, 2 és 3 számjegyű utaknak a felújítására. Én azt gondolom, hogy a megye úthálózatának arányaihoz képest, ha ezt kilométerben nézzük, akkor ez egy nagyon szép összeg, és itt kell elmondjam, hogy jelenleg is tárgyalásokat folytatunk a 44-es útnak a felújításáról, a 44-es útra pedig a Bács-Kiskun megye határtól első körben egy 4,5 kilométeres, majd egy 2,5 kilométeres felújításról tárgyalunk jelenleg. Én bizakodó vagyok, hogy mind a 7 kilométer felújításra kerülhet. Ez azt jelenti, hogy a Cserkeszöllő végéig, Cserkeszöllő tábláig, a belteti tábláig felújításra kerülne ez az út a megye határtól. Ennek még jelenleg zajlanak a tárgyalásai, de bizakodó vagyok, hogy még ebbe az 50 milliárdos programba bele tudjuk sűríteni, és akkor elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a megye északi részétől a megye déli részéig mindenfelé útfelújításokat folytatunk. A 18 milliárdos program, amely a ROP megmaradt keretén belül folyik, ebben a megyében összesen 3 útszakaszt tudott belekerülni. Ebből 2 útszakasz ugyanazon a 46-27-es úton, az Öcsöd-Martfő összekötő úton. 2 szakaszt kell felújítanunk. Ez a 2 szakasz másfél-másfél kilométer, amely nagyon rossz állapotban van, illetve örömmel mondom a Tiszaföldvár és Mezőtúr környékén lakóknak, hogy az az út, amit elkezdtünk 2013-ban, folytattunk 2014-ben, most is folytatni fogjuk, hiszen a hátralevő 9,1 kilométerből 5,6 kilométert most föl tudunk újítani év végéig, ami azt jelenti, hogy már csak egy nagyon kicsi szakasz lesz az, ami nem kerül felújításra a Mezőtúr-Tiszaföldvár úton. Ezen kívül az alsóbbrendű úthálózatoknál is további tárgyalásokat folytatunk, hogy csak itt a közösségek
közeliekből említsek, például a Kuncsorba Turkevő összekötő úton, de hasonló felújításokat próbálunk átvinni még a Jászságban is. Azt gondolom, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő embereknek nagyon fontos az, hogy olyan utakon közlekedjenek, ahol ha elindulnak, biztonsággal meg is érkezhetnek a céljukhoz. Ezek a felújítások erről szólnak, és az idei esztendőben ezek a felújítások fogják akadályozni egy kicsit a forgalmat, de utána azt gondolom, hogy mindenki örömére biztonságosabbá tenni a közlekedésünket. Természetesen abban bízom, hogy ezt a programot a következő 3 esztendőben tovább tudjuk folytatni, és ha minden esztendőben sikerül így országos szinten 580 km utat felújítani, akkor azt gondolom, hogy az egy szép eredmény. Bízom benne, hogy a lakosok örülnek ennek a felújításnak, és abban is bízom, hogy még egyszer mondom, tovább tudjuk folytatni ezt a felújítást jövőre is. Köszönöm szépen, ha kérdés van, akkor arra én is igazgató is nagyon szívesen válaszolunk. Nagy volumenű útfelújításokat jelentett be képviselő úr a megyei közút igazgatójával. Mit jelent ez a mezőtúriaknak? Hát azt gondolom, hogy mezőtúriaknak talán a legtöbbet jelenti, hiszen a felújítások itt mezőtúr környékén lesznek a legnagyobbak. Azért nem mindegy, hogy mondjuk a 4-es út felől a mai rossz állapotokban lehet közlekedni, bár amit ígértünk ugye annak idején a választási kampányban, hogy a 46-os utat biztonságosabbá tesszük, azt megtettük már a tavalyi esztendőben. De most meg fog történni az, amit én akkor is mondtam, hogy először terv kell, utána lesz rá pénz, azaz most megtörténik a 11,5 tonnásításra való átállás ennél az útnál. Ez egy nagyon komoly munka lesz, nagyon sok kellemetlenséget okoz, már most mondom, aki 60 felé közlekedik, esetlegesen a 32-esen, az láthatja, hogy sok komoly kellemetlenséget okoz. Nyilván időveszteséget mindenkinek már időben el kell indulnia, hogyha közlekedni akar ezen az úton, de utána viszont nagyon-nagyon jó, komoly és biztonságos út lesz belőle, és én azt gondolom, ez a legfontosabb. Ez egy nagyon jó beruházás, nagyon fontos. És nagy szüksége van rá a mezőtúr lakosoknak és mindenkinek, aki egyébként tőlünk Békés Csaba felé közlekedik. A másik ilyen út, ugye, talán kettőt is mondhatok, az egyik ez a Mezőhék Martfő összekötő úton lesz egy 6 kilométeres, illetve egy 3 kilométeres beavatkozás. Szerintem ez is nagyon fontos, hiszen van, aki Martfőre úgy megy mezőtúrról, hogy ott megy, illetve az Öcsödiek ott járnak Szolnokra. Nagyon fontos beavatkozás, illetve a nagy örömmel jelentem, hogy amit vállaltam, a szép lassan teljesül, hiszen 2013-ban elkezdtük a Mezőtúr Tiszaföldvár útnak a felújítását, 2014-ben folytattuk egy 6 kilométeres szakasszal, és most egy közel 6 kilométeres, pontosan 5,6 kilométeres szakaszt újra megcsinálunk, tehát a 9,1 kilométer már nagyon kis szakasz az, ami nem lesz felújítva az idei esztendőben, de természetesen további tárgyalásokat folytatunk, hogy végre befejezzük ezt az utat. Én azt gondolom, hogy ezek az útfelújítások olyan mérvűek, amit talán az elmúlt 25 esztendőben sem érintették így a megye déli részét, főleg ha hozzáveszem, hogy jelenleg két autópálya is érint, vagy autót építése is érinti a megye déli részét. Ugye az egyik az M4-es, a másik pedig a 44-es, amelynek a 44-es autópályának, vagy autóútnak az építése, az még az idei esztendőben a Tiszakürt Kondoros elkerülő szakaszsal megkezdődik, és minden remény megvan arra, hogy 2018-ig ezen az autóúton el lehessen érni Kecskemétet. Ugye a 11-es féltonnásítás azt jelenti, hogy a teljes útalap kicserélődik. Mikor kezdődik ez a felújítás, illetve a mezőtúr táblátom meddig tarthat majd? A felújítás az, ha a közbeszerzés befejeződik, utána el fog kezdődni, jelenleg a közbeszerzés zajlik. Ugye közbeszerzés szerződések aláírása, tehát ez még biztos, hogy legalább 1-2 hónapot igénybe vesz, aki tudja, hogy hogyan zajlanak az ilyen nagy közbeszerzések, bizony ez nem egy rövid folyamat, de mindenképpen nyilván útépítésre nyár kell, tehát ez én azt gondolom, hogy novemberig ennek be kell fejeződni. Hiába de 31 a határidő, mert utána már nem tudnak majd dolgozni rajta, maximum az útpatka és ilyen javítások lehetnek később. És ez az út gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy itt a Sorompónál, ahol állunk, elkezdődik a felújítás, és a Turkeve kétpói kereszteződésig fog tartani az első ütemű felújítás, aztán bízunk hozzá, hogy egy következő etapban jövőre vagy utána majd a másik szakaszt is meg tudjuk csinálni. Ez volt a legrosszabb szakasz, erre tettünk ígéretet, és ezt most be is tartjuk. Törökszent Miklós térségét és Fegyvernek térségét is több útszakasz felújítása fogja majd legalábbis ott a közlekedés nehezíteni. Melyek lesznek ezek az útszakaszok? Hát nagyon fontos, hogy a Fegyvernekieknek régi kérése volt, hogy a településen áthaladó 4-es szakaszt újítsák fel, és egy úgynevezett zajcsökkentős aszfaltréteggel lássák el. Ez most meg fog történni, illetve ez történik Kenderes településen is. Azt gondolom, hogy ez is két olyan beavatkozás, amit nagyon régóta várnak a lakosok, és most
szerencsésen sikerül ezt megoldanunk. Említett az M4-es autópálya építését Abony és Fegyvernek között, amelyet most az Unió leállított. Mi erről az álláspont? Hát ugye az Unió nem leállította, hanem azt mondta, hogy nem ad rá pénzt. Én bizakodó vagyok, nyilván nem rendelkezem napi friss információkkal, a munkálatok haladnak, én abban bízom, hogy ez az autópálya határidőre, vagy esetleg némi csúszással, de egyébként el fog készülni. Ez az érdeke szerintem az itt élőknek is, meg ez az érdeke az országnak is. Boldog István képviselő úr most jelentette, hogy a 46-os út 11,5 tonnás alapot fog kapni. Mit jelent ez a mezőtúriaknak? Én személy szerint nagyon örülök neki, és hát nagyon remélem, hogy az itt élők is örömmel fogadják ezt a bejelentést, örömmel fogadják ezeket az építkezéseket, ezeket a beruházásokat, hiszen nagyon fontos mezőtúr számára is, minden település számára is, hogy jó körülmények között, jó utakon legyen megközelíthető a település. Ez sok szempontból fontos, fontos a magánszféra számára, fontos a gazdasági szféra számára, tehát egy szóval mindenki számára nagy hangsúlyt kap, és hát annak meg külön örülök, hogy egy ilyen akut probléma oldódik meg, illetve hát nem is egy, hiszen a 46-os útnak a felújításáról is szót ejtett a képviselő úr, és ugye arról tájékoztatott bennünket itt a mai napon, hogy több mint 11 km hosszban, tehát ez azt jelenti, hogy innen a Puskin úti sorompótól a Kétpói, illetve a Turkevei leágazásig, addig a kereszteződésig az út felújítása jelentős mértékben ugye meg fog történni, tehát ez azt jelenti, hogy a 11 tonnás terhelésre teszik alkalmassá ezt az utat. A másik örömteli híre számomra az az, hogy abból a durván 9 kilométerből, amely a Mezőtúr és Tiszaföldvár közötti útnak a felújításából még hiányzik, az ezen beruházás által, illetve ez egy másik forrásból kapott összeg, de tovább épülhet, és több mint 5 kilométer készülhet el ebben az esztendőben. Én, ahogy ismerem képviselő urat, a hiányzó szakaszra való forrást is hamarosan ki fogja harcolni itt nekünk, a régióban élőknek, hiszen nem csak mi mezőtúriak használjuk ezt az utat, és akkor elmondhatjuk, hogy egy több évtizedes probléma oldódik meg a Mezőtúr és Tiszaföldvár közötti útszakasz teljes felújításával. Nagyon örömteli ez számomra, mi is az önkormányzat részéről is azon vagyunk, hogy az útjaink minősége az javuljon. A belterület vonatkozásában most készülünk egy nagyobb projektet megvalósítani, amit remélem, hogy a nyár elején sikerrel tudunk zárni. Ez is egy 4,5 kilométeres belterületi útfelújításról szól. Útalapokat fogunk építeni ebben az esztendőben is, tehát mi is a magunk részéről ezen a téren, amit csak lehet, megteszünk, forrásaink függvényében. És hát amit a végén említek, de nagyon fontos ez is, hogy az M4-es autópálya is ugye folyamatban van, tehát épül, és hát én abban bízom, hogy néhány éven belül Budapestre már kétszer-két sávon tudunk közlekedni, ezáltal a menetidő jelentősen lerövidül, és hogyha itt a 46-oson is jövünk, akkor az ide látogató, hozzánk látogató nem azt gondolja, hogy talán lejött a térképről, vagy lement a térképről, mert olyan állatlan állapotok vannak, hanem tényleg egy jó minőségű úton tud bennünket megközelíteni, és ez nem utolsó sorban a befektetői szféra idevonzásához is nagy mértékben hozzájárulhat, szerepet játszhat, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon örülök ezeknek a beruházásoknak. Tisztelt miniszter úr, képviselőasszony, képviselő úr és mindenki, aki elfogadta a meghívást. Én azon gondolkodtam, hogy mi újat fogok mondani. Én az összesen itt voltam mindenféle programon, amit egészségügyi fejlesztés névre hallgat, a MÁV kórháztól idáig a Hetenyi kórházig. Talán egy-egy ilyen program azért jó, mert még jobban megismerjük egymást. Aki ne adj Isten nem ismerte volna a főkapitányurat, kapitányurat, katasztrófavédőket, kivitelezőket, az megismerheti. Beszélgethet velük. És arról is beszélgetett, hogy hogy és miképpen történtek itt a munkálatok, a város hogy él, hogy néz ki. Aztán a kórház alkalmazottait is nagy szeretettel tudjuk üdvözölni, most nem tudom, hogy hanyadszor, nem csak betegként, hanem minden a színpadról is lehet mondani, hogy köszönjük, hogy itt lehetünk. Megértem Kálai Mária asszonyt és megértem Sélei Mária asszonyt, hogy nem jöttek most ide, ők is itt voltak állandóan. Majd itt lesznek akkor, amikor elkészülnek az épületek, és egészen biztos itt lesz akkor mindenki, aki csak egy picit is tett azért, hogy most ilyen gyönyörűségekről beszélhetünk, ha csak alapkőletétel szintjén is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy város elmondja, hogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a döntést meghozta, hogy az ebben a városban lévő egészségügyi ellátás olyan szintre kerül, amilyen szintre szeretné mindenki, hogy a lehetőségek jussanak.
Lehet mondani persze mindig az, hogy bezzeg, de, igen, de, miért csak ennyi, miért csak így. És az a mai világ azért nagyon sokszor erről szól. Én egy egészen más példát mondjuk a mindennapos testnevelésnél, amikor azt sikerült bevezetni, nem azt mondták, mondjuk a történelemtanárok, hogy hú de jó, hogy egészségesebbek lesznek a gyerekek, hanem az, hogy Jézus Mária, nincs elég tornaterem. Itt is ez van. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy az egészségügy működési feltételét biztosítani kell. Kevésbé barátaink azt mondják, hogy igen, de hol vannak az orvosok, az ápolónők, miért nem magasabbak a bérek, stb. Stb. Mindben van igazság is természetesen. De az alapigazság az, hogy valahonnan el kell indulni, és ahogy elindulunk, aztán szépen folyamatosan végig kell érni egy úton. És ez az út most ott tart itt Szolnokvárosában, a megyében, Szolnokvárosában egészen biztos tudom mondani, hogy a két egészségügyi intézmény nagyon sok milliárd forintnyi fejlesztést tudhat magáinak, hogy miniszter úr elmondja a pontos számot. Hihetetlen mértékű, ami a két intézménybe belekerült. És természetesen lehet mondani, hogy van-e hozzá orvos, van-e hozzá ápolónő, van-e hozzá szakszemélyzet, azt gondolom, hogy van. Csak itt is mindig arról beszélünk, aki nincs itt. Arról beszélünk, aki elmegy ide, oda, amoda. Beszéljünk azokról, akik itt vannak, és így nappalá téve dolgoznak azon, hogy az egészségünk rendben legyen, és aki ide bekerül, az jó ellátást kaphasson. És nekik is nagyon nagy köszönet, hogy ott állnak az ágyak mellett, ott állnak a betegek mellett, és önbizalmat adnak nekik, meg fogtok gyógyulni. És azt gondolom, hogy ezt a kettőt így együtt kell tudni kezelni. Aki meg elmegy, aki meg itt hagyja, az gondolja végig, hogy miért teszi. Lehet mondani mindig az, hogy a pénzért. De aki itt marad, aznak érdekes módon, ami jut. Hát nem mondom, hogy elég, de azt mondja, hogy itt nekem feladatom van, dolgom van. Nagyon nagy köszönet ezért. Hogy folytassam egy kicsit attól, képviselőasszony abba hagyta az együttműködést. Amikor januárban először összeültünk, és összehívtam a megye kórházait, összehívtam azokat az embereket, akiknek dönteni kell abban, hogy merre tovább a megye egészségügyi tekintetében, és januárban szóltam erről három mondatot, nem voltam benne teljesen biztos, hogy oda jutunk ahová. Nagyon nagy köszönet az összes kórházigazgatónak, Tölgyes Anna asszonynak különösen, képviselőasszonynak megint csak, kormány megbízott asszonynak, mint nem egészségügyi munkatársnak, de szintén az ANTS igazgatójának, vagy most nem így hívják, mindegy, Sinkó Káli úrnak, dr. Nagy Nikolett asszonynak, akik egybe gyűltek, összeültek, és utána egy olyan dicséretet, kettőt kaptunk, ami arról szólt, hogy ez a megye egészségügy tekintetében összeállt, és az öt kórház ki tudott egyezni, és ki tudott jelölni egy utat, amelyet megyeként akar végigjárni. És nem akarja azt, hogy ebből a megyéből bárhova elmenjen az alapellátásból, abban nem kunszt, de a szakellátás megyei szintjéből senki, városi szintjéből senki. Összeállt a megye, és olyan szinten dolgozik együtt az egészségügye, amire még soha nem volt példa. Egy nagyon komoly együttműködésről van most szó. Nagyon szépen köszönjük főigazgató asszony ezt az őrült nagy, ezt is idézőjelben tett munkát. Azt gondolom, hogy ez egy példa arra, hogyha valaki valamit akar, és azt nagyon akarja, és jól akarja, akkor egészen biztos, hogy meg fogja tudni tenni, meg fogja tudni csinálni. Ebben a megyében, ebben a városban azt gondolom, hogy sokféle területről beszélt egy polgármester. Az egészségügyről, bár nagyon komoly felkészültségem van most már, hogy én is benne vagyok a dolgokban, majd beszéljen az, aki ezért igazából. Én inkább azt mondanám, hogy mi avval tudunk segíteni önöknek, az egészségügyben dolgozóknak, hogy a lehető legkevesebb embert engedünk be az egészségügybe gyógyítani. Megpróbálunk olyan lehetőséget biztosítani a gyerekeknek, a felnőtteknek, hogy egészségben éljenek. Hogy annyit mozogjanak, úgy táplálkozzanak, olyan módon kapjanak munkát, hogy az életük kevésbé legyen stresszes, hogy ne kelljen nekik a gyógyításban részt venni, hanem úgy tudjanak élni, hogy az egészség legyen az alapvetés az ő életükben. Ezért ebben a városban 12. évben mindennapos testnevelés van, ebben a városban a munkahelyi testnevelés, a munkahelyi sport igen-igen komoly dolgokat tudhat magáénak, sportlétesítményénk igen-igen komoly szinten működnek, de megelőzésben ott vagyunk a méhnyakrák elleni védőoltásban, bár most ez állami program lett, hál' az Istennek, most nem kell finanszírozni neki innen, de megy tovább. De most a rotavírust fogjuk finanszírozni oltásgyanánt, hogy ezt kaphassák meg a csecsemőink. Azt gondolom, hogy örömteli dolog az, hogy a kórház, a rendelőintézet egy olyan szűrőprogramot visz most már nem is tudom 8.-9. éve, amelyben több tízezer ember kapja meg azt a lehetőséget, hogy megmondják neki, hogy mi a baja, és rögtön menjen oda szakorvoshoz, hogy lehetőleg a leggyorsabban előzzük meg a problémákat. Sorolhatnám. A legfontosabb az együttműködés, a közös gondolkodás, és az, hogy ez a város ez együtt gondolkozhasson a megyével, együtt gondolkozhasson az országgal, az országgyűlési képviselőkkel, közösen tudjon haladni, működni, dolgozni előre.
Persze meg lehet kérdezni, hogy mi lesz a 4-es útunkkal, erre most nem válaszolnék igazából hosszan, de egészen biztos, hogy a 4-es út eléri majd az 5-ös autópályát, és egészen biztos, hogy fegyver nekik is meg fog épülni, még mielőtt bárki megkérdezi, hogy minek a kórház, ha nincsen 4-es út. Lesz 4-es út is, és lesz kórház is. Köszönöm, hogy meghallgattak mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a városban ilyen programok működhetnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselőasszony, polgármester úr, igazgatóasszony, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a komoly és ünnepélyes alkalmon, amikor egy újabb beruházás indul, egy olyan fejlesztés, amelyre Jászhegykun Szolnok megyének, Szolnok városának igencsak szüksége van. Én örömmel jöttem erre a mostani alkalomra, hiszen mindig, hogyha a megyében valamilyen beruházás zajlik, akkor az szerintem valamennyiünknek fontos, fontos a nagykunsági karcagi embereknek is. És ahogy hallhattuk, egy jól átgondolt, tervszerű építkezések vagyunk a részesei, egy olyan egészségügyi fejlesztések, amely azt hiszem, hogy mintaértékű, és a nagyságrendjét, amelyel a kormány is szembesült, mutatja azt, hogy 13 milliárd forint értékű az a beruházás, ami most itt Szolnokon a két kórházban, a Hetényiben és a MÁV kórházban zajlik, és természetesen a megye további egészségügyi intézményeiben is több száz milliós, illetve milliárdos beruházások vannak folyamatban. Akkor tud a kormány eleget tenni a feladatának. Akkor tudjuk betartani azt, amit az alkotmány is megszab, hogy idézem, mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, hogyha átgondolt koncepciók, tervek fogalmazódnak meg az intézmények, a települések, az önkormányzatok szintjén, hogyha ezeket tervekbe tudjuk önteni, és tudunk alkalmazkodni azokhoz az uniós keretekhez, pályázatokhoz, amelyek rendelkezésünkre állnak. És ebből a szempontból Jászhegykun Szolnok megye, Szolnok városa is eredményesen vizsgázott az elmúlt időszakban, hiszen hogyha megvonjuk a méleget, akkor látszik, hogy évtizedek óta nem volt ilyen építkezés, ez látható itt egyébként, bármerre nézünk, építőmunka folyik, tehát évtizedek óta nem volt ilyen építkezés, és ez olyan színvonalon valósul meg, amit a 21. század megkövetel, és amit joggal várnak el tőlünk a vidéki emberek, hiszen kötelességünk, hogy teljesítsük azt, amit vállalunk. A nemzetügyek kormánya számára kezdettől fogva egy kiemelt feladat volt, hogy az ország valamennyi területén biztosítsa azt az életminőséget, amely a magyar embereknek jussuk, ami megilleti őket. Legyen ez Szolnok, Karcag, Berekfürdő, vagy akár Tiszabura, vagy Tiszapüred, hogy csak a körzetemből idézek néhány példát. Joggal mondják azt a vidéken élő emberek, hogy mi is adófizető polgárok vagyunk. Jogunk van az egészségügyi ellátásra, a közlekedésre, az oktatásra és azokra a szolgáltatásokra, amiket a magyar állam nyújt. Nyilván egyik napról a másikra nem lehet elérni a kitűzött célokat, de nagy lépésekkel lehet haladni a helyes irányba, és itt most ez történik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én biztos vagyok abban, hogy ez a sok irányú fejlesztés, amelyben intézeti gyógyszertár, patológiai osztály, informatikai rendszer kialakítása, különböző szakrendelőknek a képítése zajlik. Ez azt a célt, hogy egészségesebbek legyünk, hogy jobban tudjunk vigyázni a egészségünkre, méltán szolgálja. És az a kivitelezői munka, illetve később, amikor sikerül belakni ezeket az intézményeket, a kórházak, az intézmények dolgozói által, szintén garancia lesz arra, hogy hosszú évtizedekre itt az egészségügyi ellátás feltételeit megerősítettük, illetve megalapoztuk. Hiszen ezek a fejlesztések nem egy-két évre szólnak, évtizedekre határozzák meg azt, hogy milyen szolgáltatásokat, gyógyító funkciókat tudunk itt a megyében teljesíteni. Itt a Hetényi Géza kórházról köztudott, hogy annak idején a millennium korában épült, 120 évvel ezelőtt, és bár eljárt az idő az épületek fölött, az akkori orvos egészségügyi szolgáltatások fölött, generációkon keresztül megbízható hátteret jelentettek. Én bízom benne, hogy ez a mostani fejlesztés sorozat is hosszú évtizedekre kellő keretet és hátteret fog nyújtani. Úgyhogy én gratulálok még egyszer a pályázathoz, jó munkát kívánok a kivitelezéshez, és várjuk valamennyien az átadást, épp úgy, hogy a gyógyulni várjó betegek is várják azt, hogy itt helybe kapják meg a szolgáltatásokat, ne kelljen 100 kilométerekre elutazni emiatt. Ez szükséges nyilván a fenntartó együttműködése, az odafigyelés az önkormányzatok, az orvostársadalom részéről, valamennyi szereplőnek az együttmunkálkodása, és ehhez természetesen a kormány támogatása is biztosított. Úgyhogy én jó munkát kívánok, és még egyszer gratulálok a beruházáshoz. Köszönöm szépen. Szóval az alapkő letételre megkérem miniszter urat, képviselőasszony, polgármester urat,
és dr. Lipai Norbert orvosigazgató urat, hogy helyezzék be az időkapszulába a kezükben lévő különböző tárgyakat, újságot, az ilyenkor jól megszokott dolgokat. Zárjuk le az időkapszulát. Miniszter urat megkérem, hogy helyezze be a gödörbe ezt a bizonyos acélhengert, és utána pedig tegyük rá a fedlapot, és zárjuk le egy kis beton segítségével. Miniszter úr, miért fontos a kistérségnek egy ilyen alapkületétel, illetve az egészségügy fejlesztése Szolnok megyében? Az egészségügy fejlesztése a legfontosabb, és egy alapkületétel igazából egy jelképes alkalom. Arra mindenképpen jó, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy Szolnokon a két kórházban 13 milliárd forint értékű fejlesztés zajlik jelenleg, és ez a beruházás, amelynek most az alapkületétele megtörtént, 2,3 milliárd forintos. Így olyan korszerű egészségügyi ellátásban részesülhetnek a megye lakosai, beleértve Szolnokot, a török-szentmiklósi vagy a karcagi járás lakosait is, amely 21. századi színvonalú, és ezáltal a Hetényi Géza kórház tulajdonképpen megújul, hosszú évtizedekre biztosított lesz így a magas szintű egészségügyi ellátás. Nem kell 100 kilométerre elutazni akkor, hogyha valaki beteg lesz, hogyha valakinek kivizsgálása vagy valamilyen még komolyabb orvosi beavatkozásra van szüksége. A választókörzet lakosainak nagyon fontos ez a beruházás, hiszen a Hetényi Géza kórház, mint megyei kórház, az egész megye lakosságát látja el, így a megye déli részén élők egészségéért is felel. Én bízom benne, hogy azok a beruházások, amik jelenleg is zajlanak, és amik ezután fognak itt zajlani, azok mindenki megelégedésére rajzolnak. Természetesen a legjobb az, ha nem vagyunk betegek, és nincs szükségünk kórházi ellátásra, de ha már ide kell jöjjünk, akkor az a fontos, hogy a lehető legjobb ellátást kapjuk, és én azt gondolom, hogy a Szolnok megyei kórház ban a legjobb ellátást kaphatják a lakosok, főleg a következő beruházásoknak köszönhetően. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekre a beruházásokra szükség van, és minél több ilyen kórház beruházás lesz, annál biztonságosabb lehet az életünk, annál nyugodtabban bízhatjuk az orvosokra magunkat.